Sziasztok! Üdvözlök mindenkit az M3 autóparkban. Egy ritka jó állapotú kis japán csodában ülök. Ez egy 2010-es évjárató, 1.4 benzines Honda Civic Sport. Ő már a ráncfelvarrott verzió, tehát a 100 lóerős 1.4 benzines Honda motor van benne. Euro 5-ös környezetvédelmi besorolású, és ha jobban megnézitek, őt már sikerült honosítanunk, tehát 2025. 6. hó végéig van neki érvényes magyar műszaki vizsgája. Ez itt neki a legutolsó kinti osztrák műszaki vizsgája, és ez pedig egy műbizonylat a sportkipufogó rendszerhez, amit az autóra szereltek. Természetesen ezzel együtt vizsgáztattuk az autót, úgyhogy ezzel a következő tulajdonnak semmi jogi problémája nem lesz. Egyébként annak ellenére, hogy sportkipufogó van rajta, nagyon szolidan szól, tehát így alapjáraton nem is nagyon lehet hallani. És ha kinyitom az ajtót, akkor meg lehet hallgatni, milyen egy gázfröccs után. Minimális ropogás is társul egy ilyen gázelengedéshez egyébként, tehát szerintem rendkívül feldobja a vezetési élményt. 6-os manuális váltó, egy gyönyörű szép karbonmintás Mugen feliratos váltógombbal. Van 4 elektromos ablakunk, természetesen ezek hibátlanul üzemelnek. Hogyha jobban megnézzük, akkor látszik, hogy a csipogók ki vannak cserélve egyébként, tehát ezek nagyobb teljesítményű csipogók, hogy szebben szóljon benne a zene. Van egy szép állapotú kopásmentes bőrkormányunk, ami multikormány is egyben, tehát a rádiót balkész felé tudjátok irányítani, jobb oldalt pedig a tempomatot lehet, illetve a fedélzeti kompjútert vezérelni. Automata fényszóró kapcsolás van benne, illetve parkradar, ami egy ilyen formájú UFO Civicnél rendkívül jól jön, mert a hátrafele kiláthatósága a tükörben az nem a legjobb egyébként. Van benne esőszenzorunk is, digitális klíma, aminek a kezelőszerveit itt találjátok, CD és MP3 lejátszó, egyébként ez a rádió támogat AUX és USB csatlakozási lehetőséget is, amit itt a könyöklőben helyeztek el. Ha körbenézünk az autóban, akkor látszik, hogy ez egy igazán szép állapotú félbőrös utastér. Gyertek velem ki, és akkor nézzük meg a további fontos tudnivalókat erről az autóról. Gyönyörű szép ezüstmetál fényezése van neki egyébként, és gyári, patkázásmentes Honda alufelniken nyári gumigarnitúra. A géptető karbonfóliázva van, és itt kapott helyet az 1.4-es 100 lóerős Honda motorunk. Ez tényleg egy hajék egyszerűségű szerkezet, tehát nagyon tartós és nem egy szervizigényes típus. Az autó az jár egyébként téli garnitúra is, ami acélfelnire van szerelve, a téli gumik is abszolút újszerű állapotnak örvendenek egyébként. Ezeket itt láthatjátok, tehát ez is jár az autóhoz természetesen. Ennek a formának az előnye, hogy a csomagtartónak brutális mélysége van, tehát ezt nyugodtan tudjátok rámolni, nagyon praktikus kis autó. Illetve azért a sofőr mögött még elférnek hátul is az utasok. Ha megtetszett esetleg a kis Hondánk, akkor gyertek el hozzánk a Szent Mihály út 91 szám alá, nézzétek meg, próbáljátok ki. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel és lájkoljatok. Sziasztok!